Levágtam a hajamat. Én nekem még egyszer nem lesz hosszú. Jó van ez így. Na, sziasztok! Hát ez, az összes vlogom erről szól, hogy mennyire csodálatos idő van. Arra gondoltam, hogy felmegyünk, de még nem most, mert később a sötét lesz, a tojásolós szobába, és megvilágítjuk a tojásokat. Na, kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, hogy így a kamera visszaadja, vagy látszik-e valami, hogy én világítom, és a másikkal meg felvenném. Tudjátok, mit mondok? Na, még valamit gondoltam, hogy mondok, de már elfelejtettem. Basszus, a kutya harap tábla. Vigyázzatok, kutya harap. Képzeljétek el. Na. Akartam még. Ezt nem értem. Na, kinyomtam Péterként. Kiengedem a kutyákat, mert őket meg bezártam a kanapi. Lehoztam a kanapit nekik. Szét. Kurták. Ottra be ki. De most először emelt hátra. Ott van a Zoé. De szeretem. Ott a kakasom. Na mindegy, először elmegyek. Megnézem a keltetős csibe asszonyt. Nem akartam amúgy hátra menni, mert olyan sár van, de... Eldagonyázok. Na, mit rázod a fejed? Menjetek! Ez kicsit megázott, Móni. Jaj, de ázott kis csórók vagytok. Fúj. Jaj. Ja, meg hát a tojást is meg kéne nézni, már mint hogy tojtak-e. Ezt, amit megcsináltam, most ide nem tojnak. Ú, anyám, oda meg bőven, várjál. Itt ott vannak a tojatok. 2, 4, 6, 7. De várjál, mi berakjam bele? Mindegy, először meg itt egy kis tár. Majd megnézem az asszonyt. Valamikor evett egy pár falatkát, de nem sokat. Akarom nagyon szabadgázni. Össze-vissza forog egyébként. Nem is kakít. Hogy felborzolta? Jó van, nem nyúlok hozzán. Felborzolta a tollát. Rendesen kotlós ez. Jó van, nem foglak bántani. Na, ki is megyek, nem akarom piszkálni. Ezek most 5 naposak, úgyhogy van még vissza nekik 16 nap. Elméletilegből. De igazából, ja, a tojást itt vagyok, igazából nem voltak a téknak se 21 nap, úgyhogy na, szedjük össze a tojatot, és utána kiengedjük a kutyákat. Csak azért zártam be őket, mert voltunk vásárolni, és szerintem apunak is adok majd szépen visszhaza 10 tojást. Most szépen elkezdtek tojni. Na, és mit akartam mondani? Aztán mennyit raktam a keltetőbe is, ugye? Mert én, amiket most kértem az Évitől, meg a Katitól, azokat elcseréltük. Mindegyiknek adtam helyette 10-et. Úgyhogy tényleg... Hello! Megnéztem a kotlóst, meg van 7 tojás. Majd vihetsz haza, ha kell. Te mész most valahova? Ja, jó.
Hát de mondhattad volna, baszki, akkor fölvittelek volna. Most már mindegy. Jaj, ezeket ki akartam ennek. Megmutatom a... Hogy kell lejteni a telefon. Menj innen! Na, ezért csináljál nekik bármit. Műsztek! Izé, lehoztam nekik a kanapét, hát szétharapták. Menj innen! Jó van, apu, megcsinálom addig a tojáspörköttet. Na, hello! Csak kalantyúzd be, mert elmennek ezek a zsolyékok, meg a bogyókák. Majd mindjárt hozok nektek finomságot, mert vettem jutalomfalatot. Megjutalmazom a testeteket, hogy szétharaptátok az egész mindenséget. Jaj, Istenem. Voltunk vásárolni. Hát majd megmutatom, pár dolgot vettünk, vagy... Vagyis inkább úgy mondom, hogy jó drága volt minden. Csak még nem pakoltam el, mert kölcsönautóval mentem most. Katiékéval. Na, itt a tojás, ezt leteszem valahova. Mondjuk ide. És kész, mert tojáspörköltet akarok csinálni. Kutyakonzervet vettünk, ezt a nagyot. Akkor... Ezt a gyerekeknek, de jobban a Christophernek, mert ő szereti ezeket az ilyen gyerekeket. Akkor... Vagy itt valami. Ez egy ilyen étcsukis cucc. Ilyen akármi, ez fehér csukis keksz. Krumplis pogácsa. Ilyen túros. Jó kikula. Szerintem azt fogok vinni dolgozni. Mi ez? Mit öntöttek vajon ki? Mert elég jó. Mit borítottatok ki? Hát itt csupára vizes a konyha. Na mindegy. Akkor vettünk egy ilyen baklava válogatás. És ilyesmi kis háminyámik van, voltak benne. Nagyon jó. Mártam, akkor mentem fel a kerekékon. Akkor. Banán. Sok banán. Egy olaj, egy tarhonya, ez ilyen lidlös, megvigyem oda. Ja, itt a egy kutya jutalomfalat, egy cica jutalomfalat. Igen, Szeszi, jó hallottad. Darabja ennek 195 forint volt, úgyhogy 2 darab kígyóborka. Ezt apu a Lidl-ből. Semmi extra íze nincs, nem vagyok elájulva. Mármint, hogy én csak azért kóstoltam meg, mert nem szeretem az ilyen cuccokat, a Nutellát se szeretem. És kíváncsi voltam, viszont annál azért jobb, mert a Nutella az olyan tömény édes, hogy az jaj. Baromi nagy piros alma. Christophernek, mert ő a imádásban van. Érték csökkentett kenyér, ilyen magvas kovászolt, vagy mi. 3 darab padlizsán, mert a virág szokott padlizsánkrémet, és ez pirítossal, jaj, de finom. Akkor mizó, 2-8-as tej, ez azt hiszem a Tesco-ból van, ezt a virág hozta. Apu mondta, vegyek valami édes izét, hogyha esetleg a Katival innánk.
Én megmondom, ezt megveszem én. 3500 volt majdnem. Nagyon szeretem ezt a mandula cuccot. Na, akkor Turó Rudi, ez a óriás. Christophernek ez a háminyám. De hát úgyis, aki megeszi, akkor egy ilyen gépsonka. Egy párizsika. Egy csirkemellyecske. Csak közben már kipakoltuk. Kovászos uborka, imádom. Már megettem, amit a izébe vettem, Tesco-ba. Akkor ez nem, mi ez? Ez folyik, baszod. Na mindegy, egy zsugor ilyen. Sörnek hívják vissza, mindegy, nem lényeg. Igen, akkor vettünk 3 kiló cukrot, egy csomag hagymát, fokhagymát, ezt már nem mutogálom tovább. Akkor tejet vettünk, 180 forintra le volt árazva ez a fajta, laktózmentes. 2,8-as, kicsit el van szakadva, ide is folyt, de nem lényeg. Na mindegy, nem vettünk túl sok mindent, és rohadt drága volt. Ennyi. Lapjuk meg. Megmutatom a cicát. Több élni kell. A család. Bemutatom őket. Mindenki táplálkozik, nem csak anyu. És a Christopher meg játszik. Várjál, még nem fejeztem be a napi blogomat. Itt a szerelmünk, az örök szerelmünk. Hogy? Hol a többi? Jézus, hol a Clarence? Jaj, itt egy szeszi. Meg itt van ez is. A napi vlogomba belejöttél, úgyhogy. Na, menj arrébb. Ja, itt vannak ezek a majmuk. Testvérek. Hárman. Vele. Együtt. Ennyi. Visszahoztam. Van egy részre, hogy szívűpart is kaptam, ez a majd megijesztett. Leképte a parról a matrica. Láttam. Én csináltam még annó 90-ben. Elhallottam. Ez a süti. Finom. 1500. Csak egy 1000-es volt. Akkor 1000. Nem volt szállalva. Na, sziasztok. Hát, nem jött össze tojásvilágítás. Meg a live se. Ez valahogy nem tudom, ez be van kódolva, hogy ahogy leülsz live-ozni, és családod van, akkor pik, az már onnantól kezdve esélytelen. Vagy lehet, hogy túl késő volt. Na, de én pont azért gondoltam, hogy úgy akkor talán el van jobban nyugodva mindenki. Akkor ezt már bőrögteti a buszját. Átvágok itt, hát hogyha még a Katiba tudok menni a busz megállóba. Hát nem volt ott a kapcsolat, már konkrét 48-on, és 50-kor, 49-50-kor jön a busz. Én nem értem, hogy bármikor készülök el, akkor se tudok időbe idejét. Mónika, azt még egyéb dolgokkal se húztam ma az időt.
Csak hogy hol a busz van, János? Nem is vagyok képbe. Még nem jött a busz talán. Ma haladok. Nézd, de nem is láttam, hogy esik valami köd. Esik a köd. Vannak már az asszonyok a busz megállóban, nem látszanak. Na, mindegy. Én napszemüveget hoztam, mert azt mondták, hogy verőfényes napsütés lesz. Lehet, hogy Floridába, de ha mondom, hozok azért. Hát, hogy ha mégis itt fog sütni a nap, jó reggelt kívánok. Már fényesség van, arra fele lefele. Munkába. Bence, lemaradtál vlogomból. Miért? Amikor elhoztuk a kocsidat, azt nem töltöttem fel. Anya, hozol cipőt. Hogy? Jó van. De jó, hogy mindjárt lemerülök, és így kezdtem vlogolni. És hajam is milyen fertágazó személyiség. Na, mindegy. Mosogatógépbe pakolok. És főzni akarok egy... majd mindjárt elmondom, hogy mit. Karajt vettem elő, és arra gondoltam, hogy lepirítom, egy kicsit beforgatom ilyen lisztbe, mondjuk, akár paprikás is lehet, tök mindegy. És akkor így kicsit a hirtelennyibű. Ide hozod a töltőm, mert mindjárt lemerülök. Szobában van. Köszi! És csinálok rá ilyen tejfölös... A Melli csinált valami bakonyi, de én ugye nem szeretem ezt a gombot, ezt a gomba nevezetű élőlényt, vagy bármi is legyen az, se nem ember, se nem állat, se nem növény, hanem gomba. Anya, hozzak még a toti. Rendben van. A táladat hozd be, amiből belerakod. Anyádat. Anyádat, Móni. Jó, akarok venni karika fülbevalót. Tudjátok, azt én szeretem, imádom. Az Évi talált valami oldalt, hogy csaj foglalkozik vele, és ilyen... orvosi fém cuccok, azt hiszem, tudod, ilyen... Nem rostásodik be. Meg ilyesmiféle dolgok. Na, itt volt az Évi, meg a Kati, kávéztunk egyet, filozofáltunk az életről, mármint, hogy ki, hogy, és milyen szemszögből látja a dolgokat, meg kinek mi a nézőpontja. Amúgy egy ilyen estére benne lennék, most nem tudom, nézik-e majd ezt a videót, de majd elmondom személyesen is, hogy így elpiázgatnánk, és így elmondanánk, mert ezt mondtam, hogy például hiába ugye barátok vagyunk meg minden, de mindenkinek megvan a másikról a véleménye. Tehát látjuk azt, hogy szerintünk, nem feltétlen van ez így, de hogy szerintünk ők a másik mit csinál éppen másképp, mint ahogy mi csinálnánk, vagy szerintünk a mi nézőpontunk szerint rosszul, mondjuk fogalmazunk így, meg kinek mibe kéne változtatni a dolgokon, meg ilyesmit. És mennyire veszi észre az ember saját magán, hogy mondjuk baromira nem így kéne reagáljon mondjuk bizonyos dolgokra, vagy amikor olyan emberek beszélnek a te helyzetedről, akik soha nem voltak benne. Például a legjobb, amikor olyan ember ad nevelési tanácsokat, akinek nincs gyereke, de én ezt már Virág idejében is megkaptam, és aztán ő még jobban elbaszta a gyerekeinél, amikor végül is lett gyereke. Na mindegy,
Szóval, hogy ezek így érdekelnének engem. Ezekről lehetne témázgatni. És mit akartam? Hogy annyi megvilágításból lehet látni dolgokat, vagy az embernek az életét, hogy tényleg rengeteg mindent lehet másképp csinálni, vagy másképp látni, mert azt gondoljuk, hogy tök rosszul csinál valamit, és aztán végül rájössz, hogy ez nem igaz, mert hogyha azt a szemszöget nézed, akkor teljesen mondjuk esetleg azonosulni is tudsz azzal, mármint, hogy mondjuk úgy fogalmazom, hogy te ugyanezt csinálnád végül is abban a helyzetben. Na most ez kurvára értelmetlen volt, igaz? Így, hogy nem tudjátok konkrétan, hogy mi a téma. Így furcsa erről beszélni. Na mindegy. A lényeg, hogy megkávéztunk. Lehet, hogy visszaszoktam a cigire. Kati adott, mert nem találtam az ecigimet. És elég sokat elszívtam az utóbbi pár napban. Ma reggel az első gondolatom az volt, hogy adjuk csak mára. Nem akarok visszaszokni. Mindig akkor rá is akkor szoktam a cigire, mikor a legdrágább volt. Mondták, és emlékszem, hogy pont most, amikor ennyit emeltek, hát mindenhogy próbálom a pénzemet elbaszni. Na. Mi van még itt, Mónika? Na, és akkor ilyen tejfölös, fokhagymás, hagymás, mártásos, cuccos dolgot akarok. Azzal a hússal. Bors. Borsót nem akarok beletenni, mert Krisztofer nem szereti, és nem akarom, hogy ne egyen. Mondjuk ebbe kisütöm, ebbe amúgy is ilyen húsi volt sütve, jó is lehet. És valamilyen levest gondoltam, most mindjárt megpucolom hozzá a zöldséget. Aztán így nagyjából ennyi. Itt egy banán. Egy félbe hagyott banán. Azt megeszem. Vagyis vagyunk egymással. Hát jó! Ez biobanán, biológiailag kifejlesztett banán. Na! Szerintem ennyi. Egy csók is már semmi, a vágyam csak ennyi. Van erről egy csirke mellem is. Akkor nem tudom, mit csináljak. Csirke... Júj! Jézus Isten! Csirke mellem mit csináljunk? Van morzsánk. Morzsa. Panír. Mert akkor lehetne csinálni rántott hús, én nem akarok főzni. Én nem találom. Van. Ott van. Mert akkor azt megcsinálhatnád, bepanírozod, én meg megcsinálom azt a... Hát én tejfölös húst csinálok, nokedlival, meg levest. És akkor azt ki tudnánk utána sütni a izét. Sőt, van barbecue izénk is, ugye, amit vettem a valahol a boldogba. Elgondolkoztam, bocsánat. Na, kinyomom, mert mindjárt pucolom a zöldséget, és akkor visszajövök. De hol voltatok? Itt, ügyvédnél. Ja, hát mi? Dinnye. Meg Kati. Nem. Mi? Nem, mi az? Nutella. Nem tudom, se te. Kurva jó. Nem bírom tartani most a vlogolást. Nem, de fasz.
Válasz van, formálisra az eső, tehát szállítottak. Itt lehet, nem is esik arra. Akira nem lesz. Semmire nem volt videó, de amúgy megfőztem meg minden. Aztán most hétfő reggel van. Valahogy ki kell tartani a mai nap folyamán. Olyan esőzések voltak tegnap a ragyogó napsütésből. Majd bevágom mindjárt ide. Na hát, le is zárom ezt a semmit, aztán majd egyszer leszek valamivel. Hívjatok, ahogy tudtok. Arrivederci. Még egy kicsit ehhez a videóhoz, mert Lohheim. Na, innen a nappaliból átvittem a sarokülőt ide, ugye? Ám már nem is visszhangzik. Fölraktam az utolsó gipszkartont, ami volt. Tök fura. Mit? Nem, hát de le kell lapoznom is. Se kell használni. Ónyú. Ez végig van rajta. De azt szét lehet szedni, és lehet bele új ízét rakni, csak ne dugd be, még jó, hogy észrevette. Feltöltöttem ezt a porszívót is, majd kitakarítom. És akkor lehet vele ízeni. Persze. Csak tele van. Ez jó lesz a konyhában, kapcsolod, mert tele van földdel, és nem akarom leégetni a motort. Ilyen morzsa porszívónak jó lesz, vagy valami. Hirtelen kiömlik valami, mondjuk nem víz. Na, és akkor itt majd elkezdem a lapozást, és ide meg az lesz, hogy hát ezt nem tudom, mert fel akartam Csaba, miért fasz csinálsz? Tedd le a francba! Ott ugye ilyen hullámok vannak, és azt csak simán gondoltam, hogy fölcsavarozom, de nincs mihez. Ugye azért van ez is, hogy még mozog, mert oda föntre, csak most nem tudok fölmászni a padlásra, ugye, mert tele van pakolva a lomtár, és valami létre kéne, hogy oda fölmászok, és akkor bekukkantok. Mi az? Fenyőfa. Maradék. Dédiné is találtam egyet, kihúztam gyökerestű. Elütettem azt majd egyszer izé. Na, fölhozom a járólapokat, és elkezdem ide kirakni, hogy mégis... Mi? Most, hogy mit mutat. De ezeket majd szedve, ha leszokod mezzük. Hát ez mosódjon ki, olyan retkes, mint... Ja. Ott a Zozó. Szia, Zozó! Zozó. Hát jó nap, ugorj fel! Bogyó! Szia, Bogyi! Szia! Mi a helyzet? Szóval sokkolva. Azt mondja, jó magasan vagytok, köcsök. Zoli, hogy örül. Zoli! De fura, hogy kivágták innen a diófát. De már gyökeresen. Jaj, ez meg a izén izé. Izén izé. Ó, de gyönyörű. De csak vissza. Adja vissza. Jó, kutyák! Kutyák! Mi van, Bogyi? Azt mondja, én nem is örülök, mert felmittek ott. Mert azt mondja, jövök előről. Vagy hátul fogod. Nem baj, nekem mindig. Erre tudod magad, és közelítsd a tehenekre. Jó. Hol a őt? Ne kiabáljál. Csusi, te szóval mindenki. Milyen őz? Van a tehén, jó? Te. Nem is, ez se látszik. De ott vannak ott fönn. Nem tudom, hol ez látőzött. Gyerek, hogy nem tudom, és hol akarod.
Az ott. Vagy hol?